Idén 117 éves Besenyszög helység neve. Ez alkalommal játékos feladatokat rendeztek a helyi iskola diákjainak. A megmérettetésnek a hagyomány ismeret és a szelektív hulladékgyűjtés volt a vezető témája. Egyéni mértékegység Besenyszögön. Micsoda? Kéve. Hogy? Kéve. Hogy? Hogy egy kéve a goricában. A régi élet meghatározza a mai életet, hangzott el a vetélkedőn. Idén 10. alkalommal rendezték meg Besenyszögön a hanismereti vetélkedőt. Célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a régi hagyományokkal, szokásokkal és játékokkal. A feladatok között a pedagógia szinten minden módszerét használjuk. Csoportmunka, közösségi tevékenység, páros munka, önálló kutatás, érdekes gyakorlati feladatok is vannak. Minden évben kiválasztunk egy fő témát, ebben az évben sikerült két témát is választanunk. Az egyik a kukorica, a másik pedig a nem minden hulladék szemét, hiszen a régi világban, a paraszti háztartásokban a szemét fogalmát nem is ismerték. A vetélkedőn 8 csoport játszott egymás ellen. Ügyességi, gyorsasági és játékos feladatokban mutathatták be a diákok, hogy mit tudnak. Hogy a gyerekek még könnyebben megismerjék a település múltját és kultúráját, minden csapat kapott egy idős segítőt is. Kvíz, csutka ökör készítése, kukorica morzsolás és még ezekhez hasonló ügyességi feladatok vártak a gyerekekre, amit ők láthatóan nagyon élveztek. Szerintem úgy nagyon fontos, hogy a mostani generáció megismerje ezeket, főleg a saját településével kapcsolatban, mert például ilyen versenyek is szerintem nagyon jól összehozzák a közösséget. A diákok játékos formában tanulhattak a hagyományok őrzésének fontosságáról, a szelektív hulladékgyűjtés és hulladék újrafelhasználásáról. Ezért tartom fontosnak a hagyományokat, mert így a mai gyerekek is meg tudják azt ismerni, hogy régen mi hogy volt, hogy történtek ezek az összejövetelek, és hogyan kommunikáltak egymással az emberek. A feladatokat több tagú zsűri ellenőrizte és pontozta, ám a vetélkedő igazi tétje a részvétel volt.